égni, pipen egy börtönben hideg kőpadon. Sóhajtoznak, sírnak ott a rabok, ó nagyon. Sötét van és láncuk nehéz, kínjaik nagyok. Reménytelen telnek a napok. Jézus így szól azoknak, kik szomorú rabok. Új életet, szabadságot, öröm hírt hozok. Filippiben, egy börtönben, hideg kőpadon. Énekelnek, újonganak, ketten, ó nagyon. Hátuk sajok, sok veréstől mégis boldogok. Szívük nagy örömtől dobog. Jézus így szól azoknak, kik szomorú rabok. Új életet, szabadságot, öröm hírt hozok. Filippiben, egy börtönben, hideg kőpadon. Néma csendben ülnek most a rabok, ó nagyon. Hallgatják a dalt, és élet bennük új remény. Körülveszi őket a fény. Jézus így szól azoknak, kik szomorú rabok. Új életet, szabadságot, öröm hírt hozok. Életünknek nehéz útján mind rabok vagyunk. Földre húz, mint nehéz kolonc, ezernyi bajunk. Hogyha úgy érezzük, nem leszünk már boldogok. Hallgassuk csak ezt a két rabot. Jézus így szól azoknak, kik szomorú rabok. Új életet, szabadságot, öröm hírt hozok. Jézus így szól azoknak, kik szomorú rabok. Új életet, szabadságot, öröm hírt hozok. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát, megemlékezett kegyelméről és hűségéről, látták a föld határai mind a mi Istenünk üdvösségét, mondja a zsoltáros szava. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnbánattal vallom, mennyei Atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szám panaszra, pedig tele van a világ és az egész életem atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Isten, vezess egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz, szívünk pedig annál találjon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassák meg a kedves testvérek azt a evangéliumi szent igét, amelyet a mai ünnepnapra, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnapra, kantáte vasárnapjára, oltár előtti igeként felolvasásul kijelöltek számunkra, és amelyet megírva találhatunk János evangéliumának 16. fejezetében az 5-től a 15. versig a következőképpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.
A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagáról szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten szent igéjét, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hallgassák meg a kedves testvérek azt az új szövetségi szent igét, amelyet a mai ünnepnapra ige hirdetési alapigeként kijelöltek számunkra, és amelyet megírva találhatunk az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetében, a 25-től a 34. versig a következőképpen. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának, még abban az órájában. Kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Eddig szól Isten igéje. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az apostolok cselekedeteinek talán az egyik legkedvesebb és legmozgalmasabb története ez, ami Pállal és Szilásszal történik Filippiben, ott a börtönben. Természetesen ennek is van egy előzménye, és érdemes egy kicsit visszalapoznunk a Bibliánkban a 16. fejezetre, és átnézni, hogy miről is szól ez az egész. Tulajdonképpen minden olyan dolgot megtalálunk benne, ami jellemző az apostolok missziói munkájára, nehézségeire, a kihívásokra, amik benne vannak, és mindazokra, arra a magatartásra, hogyan az apostolok viselkednek ebben a helyzetben. Megérkeznek Filippibe Pál és Szilász, és persze rögtön felkutatják azt a helyet, ahol igazából a vallásos élet zajlik,
a város mellett egy folyónak a partján, imádkozni járnak ki az emberek, és ők megtalálják ezt a helyet, és azokat szólítják meg, akik valóban vallásosak is, hisznek valamiben, keresik az igazságot, és itt aztán nagyon sokan meghallgatják az evangéliumot, nagyon sokakkal együtt imádkoznak, azt lehet mondani, hogy beépülnek a vallásos emberek közé, de jönnek a bonyodalmak is, mert mindenféle vallásosság keveredik itt, és van, aki riválisnak tekinti őket. Aztán vannak olyanok, akik a vallást tulajdonképpen a saját gazdagodásukra használják ki, egy szolgáló lányon keresztül, aki jövendő mondásokat tud mondani, ők pedig pénzért adják, árulják ezeket a jövendőléseket. Ők azok, akik aztán összetűzésbe keverednek Pállal és Szilásszal, és végül föltüzelik a lakosságot, a tömeget, és ítélet nélkül viszik a helytartó elé, aztán pedig a börtönbe kerülnek, és aztán itt kezdődik el az a történet éjfél tájban, ami a felolvasott igében, ige szakaszban kezdődik. Nagyon érdekesen kezdődik ez a dolog, mintha valami idilli történet lenne. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkoznak a börtönben, és énekelnek, és énekkel magasztalják az Istent. Hát mi sem természetesebb ennél, hogy a hívő ember énekkel, imádsággal boldogul, még éjszaka is eszébe jut, de aztán egy kicsit jobban belegondolunk abba, hogy mi is történt, akkor nem egy idilli kép tárul fel előttünk. Mielőtt a börtönbe kerülnek, jól megverik őket. Össze-vissza, agyba, főbe, tulajdonképpen ok nélkül. Tulajdonképpen ok nélkül, igazságtalanul viszik őt a börtönbe, ítélet nélkül, kényszerből, szavuk sem lehet, meg sem védhetik magukat. És a leírás szerint a börtönben is a belső börtönbe kerülnek, ami azt jelenti, hogy ez a legrosszabb hely, valahol a pincében, az ilyen magánzárkák helyén, sőt, még azt is olvashatjuk a apostolok cselekedeteiben, hogy kalodába zárják őket. Vagyis még a börtön rácsain belül is leláncolják őket, elzárják őket, hogy mozdulni se tudjanak. Mintha a legveszélyesebb bűnözők lennének ők maguk. És ebben a tekintetben így érdemes ránézni arra, hogy mégis mi történik. Elkezdenek énekelni. Éjfél tájban Pál és Szilász ilyen körülmények között dalra fakad. És erről eszembe jutott egy pár másik történet is, magáról az énekről és az éneklésről. Emlékszem, amikor katona voltam, és egyszer egy ilyen téli időszakban, január közepén Tatár-Szentgyörgyre mentünk egy gyakorlatra, és a mi rajunkat, századunkat osztották be, hogy őrizze a vagonokon a harckocsikat, meg a felszerelést. Tulajdonképpen beöltöztünk teljesen mindenféle mikádóba, jó meleg ruhába, és a kezünkbe adták még a gépkarabét is. És kint valahol ugye a vagon tetején így egy lecsavarozott széket kaptunk, amire rá kellett ülni, és órák hosszat nem is váltottak le bennünket. Hát a katonatisztek inkább ivással töltötték az időt, miközben mint kint fagyoskodtunk a mínusz 20 fokokban a vonaton, és nem lehetett elhagyni persze ezt az őrhelyet. És emlékszem rá, hogy Budapesten haladtunk át, már órák óta valahonnan Rétság környékéről, Váctól, én voltam így őrségben, és nem tudtam már mit kezdeni, a karabét fogva is már hozzáfagyott szinte a kesztyűn keresztül is a kezem, olyan hideg volt, és akkor elkezdtem énekelni. Eszembe jutottak a ifjúsági énekek, amit a balassagyarmati fiatalok között zengtünk, énekeltünk, és ezeket ott a pesti estében, éjszakában, nagy fennhangon, hangosan, kiabálva elkezdtem dalolni, énekelni, így ütöttem el az időt, és így feledkeztem meg arról, hogy hideg van, hogy fagyoskodok, hogy nem is tudom, hogy mikor fognak leváltani, mert valahogy úgy elfeledkeztek az emberről. Úgy kellett aztán rászólni az egyik tisztesre, hogy már régen a váltásnak meg kellett volna történni, mikor megálltunk az egyik állomáson. És akkor döbben rá az ember ilyen helyzetben, hogy
milyen jó az Úristen dicsérni és énekelni neki. És mennyire fel tud szabadítani egy éneklés minden teher alól, minden bánat alól, minden fájdalom vagy nehézség alól. És hogy egy kicsit jobban belegondolunk, az éneklés az mindig olyan helyzetben ér bennünket, amikor valamiféle erősebb érzelmek ott vannak körülöttünk. Az ember énekelni szokott talán örömében, énekel bánatában, vagy meghallgat énekeket, amelyek éppen a hangulatához illenek, passzolnak. Énekel az ember közösségben, mert jó együtt zengeni másokkal, jó hallani mások hangját, és jó részt venni, együtt lenni másokkal. És persze van, aki magányosan is énekel, szeret a négy fal között énekelgetni magában egy-egy ismert dallamot. Pál és Szilász is így vannak ezzel. És még egy dolog jutott eszembe, Bonhoeffernek a története, aki az egyik éneke ott található az énekes könyvünkben, és erről az énekről tudjuk, hogy hogyan született, tulajdonképpen egy versként született, aztán megzenésítették, de valahol a vers és a zenének a kapcsolata mindig is szoros volt, egymáshoz fűződött, és ez az ének tulajdonképpen ez a vers egy olyan körülmények között született, amikor Hitler börtönében már a halálos ítéletre várt, annak a beteljesítésére várt. És ez a vers, ez az ének tele van hálaadással, tele van Isten dicsőítésével. Az Ószövetség embere és a belőlük élő, az Ószövetségből élő első keresztények, így Pál apostol, Szilász is, az éneket hálaadásra, dicsőítésre használták. Már a Zsoltárok könyve is tele van olyan énekekkel, amelyek erről szólnak, tulajdonképpen ott el is hangzik, énekeljetek az Úrnak, zengjetek hálaéneket az Úrnak. Az éneklés magának a hálaadásnak a kifejezése volt. Miért lehet hálát adni mégis a börtönben? Hogyan tud mégis hálát adni a börtönben ez a két ember? Leláncolt lábakkal, bezárt falak között, igazságtalan ítélet nélkül bebörtönözve. Ez a két ember, én azt gondolom, hogy nem voltak rabok valójában. Rácsok voltak körülöttük, börtönőr állt kint, vigyázta őket, de a szívükben, a lelkükben szabadok voltak. Szabadabbak voltak mindenki másnál. És ez nagyon jól megmutatkozik akkor, amikor megtörténik ez a különleges esemény, ez a csoda, földrengés támad, és megnyílnak a börtönajtók, kinyílnak a rácsok, lepattannak a bilincsek, és ott van a börtönőr, aki tulajdonképpen azért van jelen, hogy őrizze a foglyokat, és kiderül róla, hogy ő van rabságban. Hogy valójában neki nincsen szabadsága. De ezzel a helyzettel nem tud megbirkózni. Nem tud megbirkózni a felelősség tudatával. Elnyomja őt teljesen a félelem. A félelmének a rabságában él, és amikor látja, hogy a rácsok kinyíltak, és nem érti, mi történt, rögtön arra gondol, a rabok biztosan megszöktek, az első gondolata az, hogy egy karddal átdöfi a saját testét. Mert ez az igazi rabság, amikor az ember nem talál kiutat, amikor a félelmei akár ilyen helyzetbe is sodorhatják. És tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy Pál apostol menti meg ezt az embert. A rab menti meg az őrzőjét. Ki kiabál neki, hogy ne tegyen kárt magában, hiszen itt vagyunk. Nem mentünk el, mindenki megvan. Semmi bajod nem eshet, semmit nem fognak számon kérni rajtad. Senki nem akar neked ártani. És az egész történet olyan hatással van a börtönőre, hogy nem tud másra gondolni, itt van két vidám lelkű, éneklő, imádkozó ember, akik igazságtalan vannak a börtönben, mégsem szöknek el. És tulajdonképpen olyan hatással van ez rá, hogy felismeri a lehetőséget, az Istenhez vezető utat.
És újra elhangzik az evangélium. Újra hirdetni kezdik neki is az Isten igéjét a rabok. És az a börtönőr olyannyira felszabadul, hogy ilyen furcsa dolog történik, most már kiviszi őket a börtönből, hazaviszi, megvendégeli őket. Sőt, aztán megkeresztelkedik az egész házanépével, családjával együtt. Így hat ránk is sokszor az evangélium. Így hat az öröm üzenet, hogy Isten megmentett bennünket a haláltól. Az Isten kegyelméből, még a legrosszabb helyzetből is meg tud szabadítani. Ezzel a hittel, ezzel a reménységgel forduljunk mi is az Úristenhez, csendesedjünk el és imádkozzunk. Amen. Mennyei Atyánk, magasztalunk szívvel, szájjal, énekszóval, mert Szent Fiad feltámasztásával bánatunkat örömre, félelmünket reménységre fordítod. Élő megváltunkban bízva fordulunk hozzád kéréseinkkel. Adj nekünk, Urunk, hálás szívet, hogy meg ne feledkezzünk ajándékaidról, el ne veszítsük reménységünket, meg ne fáradjunk a jó cselekvésében, hanem boldogan tanúskodjunk atyai szeretetedről, szent neved dicsőségére. Könyörgünk egyházadért, hogy híveidnek bátorságot a hitvallásban, erőt a szeretetben, kitartást a reménységben, és hűséget a szolgálatban. Vigasztald népedet a megpróbáltatások között is. Kérünk, formálj bennünket éneklő egyházzá. Könyörgünk kántoraink szolgálatáért, add, hogy akik az orgonánál, énekkarokban szolgálnak, a te neved dicsőségét hirdethessék. Könyörgünk azokért, akikben a maguk vagy mások szenvedése, az életükért való aggódalom, a betegség, vagy éppen a haláltól való félelem, vagy a gyász elnémította az éneket. Hadd, hogy Krisztus feltámadásának öröme újra felszabadítsa őket az éneklésre. Könyörgünk, támasz sokakban felelősséget az ínséget szenvedők iránt, bárhol éljenek is a világban. Segíts, hogy soha ne menjünk el érzéketlenül mások gondja mellett, hanem ahol csak tudunk, segítsünk testvéreinknek. Hallgass meg minket, Urunk, s fogadd el könyörgésünket, hogy a földön élő egyházadnak és az üdvözültek seregének éneke egybecsengjen az angyalok énekével, az Úr Jézus Krisztus által, akinek a tanítása szerint még közösen így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után Istennek népe, fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Ámen. Éneklem, jó volt az rossz.
szemed szent félelem, nagy hatalmad, amikor meggondolom, bölcsességed elmémmel megfontolom, dolgaidat oly nagyoknak találom, hogy imádva leborulok, csodálom, megtartom majd én lelkemet éltetvén, nem örülsz te a bűnösnek elvesztén, de örvendesz inkább a megtérésén, és örökké való boldog életén. Azért benned vetem reménységemet, csak te tőled várom segítségemet, mert te látod minden én szükségemet, meg is adod, tudom, üdvösségemet. Tarts meg minket, Uram, ez igaz hitben, nevelj végig te szent ismeretedben, hogy lehessünk mi